Üdvözöllek a harmadik osztályos digitális kultúra tantárgy következő extra videójában. Az előző órákon a digitális műalkotásokkal, alkotásokkal foglalkoztunk, ezen belül is a rajzolás, vagyis a képi megjelenítéssel. Korábban már foglalkoztunk rajzokkal, ezeket a rajzokat pixel grafikus rajzoknak neveztük, mert hogy az alakzatainkat rajz elkészítéséhez használt, úgymond ábrázolási technikák pöttyönként ábrázolták ezeket a rajzokat. Magyarán szólva, amikor egy alakzatot létrehoztunk, akkor az létrehozás pillanatát követően átalakult kis pöttyök sorozatává, és innentől kezdve ezt az alakzatot érdemben már nem tudtuk módosítani. A most megismert rajzolási technikát vektorgrafikus rajzolásnak fogjuk nevezni, és megnézzük, hogy mi az alapvető különbség egy pixeles és egy vektoros rajz között. Na, nézzük, mi az, amivel az órán már foglalkoztunk. Ugye az órán a 12-es fejezetben, ugye ő a 28. oldalon kezdődik, a rajzoljunk alakzat fejezetben találkoztunk három rajzzal, amiben első feladatunk az volt, hogy próbáljuk meg beazonosítani, hogy milyen alakzatokat találunk ezen a rajzon. Találtunk olyan alakzatokat, amik ívekkel határoltak, például kör, ellipszis, vagy ugye itt a robotban a félkör. Találkoztunk egyenes vonallal határolt alakzatokkal, ugye ezek közül a legegyszerűbbek voltak a háromszögek, például a hóembere morra, vagy ugye itt a rakétának a csúcsa, vagy a rakétának a csóvája, a rakétának a szárnyai. Találkoztunk egyéb szögletes elemekkel, mint például ugye a hóember sapkájának a teteje, találkoztunk egy szintén négyszögletes tárgyal, vagy egy négyszögletes alakzattal, ez a sárga kis rész, a szalag mondjuk a hóember sapkáján, és találkoztunk szabályos több oldalú egyenessel határolt idomakkal és alakzatokkal, ilyenek voltak például a csillagok. Tehát, hogyha összeszedjük ezeket az alakzatokat, akkor gyorsan elmondhatjuk, hogy vannak íves elemű alakzatok, kör, félkör, ellipszis, és vannak egyenes vonalas alakzatok, ilyenek a háromszögek, a négyszögek, ugye téglalap és négyzet, és az úgynevezett szabályos több szögek közül például a csillag, az öt ágú csillag. No, nézzük, hogy ezek az alakzatok, ezek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezeket is összeszedtük az előző órán. Ugye rájöttünk, hogy az alakzatoknak a legfontosabb tulajdonsága a formája, ugye, hogy néz ki, ezt az előbb összeszedtük. Aztán az alakzatoknak van a belső világára vonatkozó tulajdonság, ez a kitöltés, ugye, ami két tulajdonságban jelentkezhet. Az egyik a színe, jellemzően mi csak ezzel fogunk foglalkozni. A másik, hogy ennek elvileg lehetne valamilyen mintázata is, a mi munkásságunk idején mintázattal nem fogunk foglalkozni, csak a színnel. A másik nagyon fontos tulajdonság az pedig a körvonal, vagy a szegély, vagy a keret, vagy a border, attól függ, hogy milyen programban vagyunk, de jegyezzük meg, hogy ezek ugyanazok a fogalmak. A szegélynek van egy típusa, tehát hogy folyamatos, vagy szaggatott, vagy nagyisten valamilyen mintázatot, mondjuk hullámvonal követő szegélyről beszélünk, van neki minden esetben valamilyen vastagsága, és természetesen van valamilyen színe. Mind a kitöltés, mind a szegély, be is kikapcsolható tulajdonságok, tehát tudok olyan háromszöget rajzolni majd, aminek ugye nincs szegélye. Például, ha megnézzük, ugye itt a robotnál mindjárt a befoglaló háromszögnek nincs szegélye, de ugyanígy a szárnyainak, a rakétának sincs szegélye, sőt, itt ugye, ha megnézzük, igazából a fenyőfák is háromszögekből állnak, és nekik sincs szegélyük. No, ezt követően foglalkoztunk azzal, hogy akkor ilyen rajzokat hogy hozhatunk létre. Alapvetően kétféleképpen, az egyik az úgynevezett online vagy webalapú programok alkalmazása. Ebből én hármat soroltam fel nektek az órán, és igazából a vector.com weboldalon elérhető program volt az, amelyeket meg is néztük, és amelyeket javaslok is a jövőben ilyen rajzfeladatok elkészítésére. A másik lehetőség, amikor offline, vagyis a számítógépünkre letöltött és internet kapcsolat nélkül is használható rajzoló programokról beszélünk, ezek mind Windows, mind Linux alapon elérhetők. Ilyen például az Inkscape, ami nem csak Windowson, Linuxon, de még Macintos számítógépen is elérhető, és ráadásul ingyenes, és a grafikus programok, szerkesztők
világában eléggé népszerű és ismert program, a Corel Draw, ami jellemzően Windows környezetben alkalmazható vektorgrafikus program, és meg is van az ára, ami elég borsos. Tehát ezért én azt mondom, hogy ha online eszközt használtok, akkor a vector.com-ot használjátok, ha pedig offline, akkor nézzetek utána annak, hogy az Inkscape nevű program hogy használható. Mi most maradunk a vector.com alkalmazásnál. Na nézzük! Nyissunk egy böngészőt, vagy ha már nyitva van, akkor nyissunk egy új fület, és szépen írjuk be, hogy vector.com. A vector.com oldal angol nyelvű oldal. Ha Google Chrome böngészőt használsz, akkor ugye természetesen erre rájön a böngésző, hogy nem ugyanolyan nyelvű a böngésző alapbeállítása, mint az oldal, ezért felkínálja a fordítást. Ha én bekapcsolom a magyar fordítást, akkor értelemszerűen el fogom tudni olvasni azokat a szövegeket is angol nyelvtudás nélkül, amelyeket a weboldal készítőinek velem közölni szeretnének. Azonban itt megjegyzem, hogy ez néha jó, néha nagyon rossz dolog. A web fejlesztők még nem nagyon figyelnek arra, hogy ilyen nyelvfüggetlenek legyenek a programjaik, ezért sok esetben sajnos az a jelenség, az a probléma kerül elő, hogy egy Google Chrome fordítóval lefordított magyar kezelőfelületű oldalon a szolgáltatások nem mindig működnek. Ezért javaslom, hogy alapvetően angol nyelven használjuk az oldalakat, és amikor valamit nagyon nem értünk, akkor gyorsan átváltunk magyarra, elolvassuk, megértjük, hogy miről van szó, visszatérünk az angol felülethez, és ennek megfelelően használjuk a programot tovább. Ezt a programot a Use Online gombra kattintva tudod elindítani. Én már rajzoltam valamit, amit gyorsan innen el is tüntetek, így. Ez a kezelő felület az úgynevezett Home, vagyis nyitó képernyője ennek a programnak. Én gyorsan ezt az üzenetet innen el is tüntetem. Ezen a kezelő felületen többféle dolgot tudunk csinálni. Alapvetően igazából az új grafika létrehozását fogjuk használni. Meg tudom mondani neki, hogy milyen méret legyen az, amit használni szeretnék, különböző szokásos rajzlap méretek itt beállíthatók, például egy Facebooknak a nyitó oldala, stb. Különböző eszközökre tudunk előre definiált méreteket állítani, vagy mi magunk be tudjuk állítani. Például én ezt az alakzatot egy négyzetbe képzelem el, tehát alak, zatok. Ez magának a rajznak a neve lesz, ilyen néven fogja megjegyezni ezt a rajzomat a Vector program. És ugye, ha itt a kis lakatot kikapcsolom, akkor bármilyen szélességű és magasságú rajzlapot tudok állítani, ha pedig bekapcsolom, akkor négyzet alapú tudok csinálni. Én most egy 500x, opá, ez kicsit nagy lett, 500x500 pixel méretű rajzlapot fogok létrehozni. Az, hogy vektorografikus program, és mégis pixelben van a kép, a lapnak a mérete megadva, ezen ne agyaljatok. Megadható a rajzlap mérete bármilyen normális mértékegységbe, ami ugye távolság mértékegység. Én most pixelbe fogom ezt a rajzomat elkészíteni. Ha beállítottam a tulajdonságokat, a lap tulajdonságokat, akkor a Create-re kattintva mehetek is rajzolni. Itt ismét ezt a kis üzenetet kiixelem. Tehát van egy kezelőfelületünk, ha az F11 billentyűt megnyomjuk, akkor teljes képernyőre kapcsol a böngésző programunk, így a felesleges területek eltűnnek a képernyőről, és marad a teljes felületű rajzoló programom. Mit látok? A baloldali függőleges sávban vannak a főbb eszközeim, ezt hívjuk eszköztárnak. Ebből mi valójában az alakzatok, vagyis shapes nevű elemet fogjuk használni. A középső terület az maga a rajztér, ugye itt a fehérrel ábrázolt kis négyzet az én rajzlapom. A jobb oldalon pedig egy úgynevezett opciósáv található. Itt vannak további tulajdonságok, például az illesztésre, az exportálásra, az új fájl létrehozására, stb. Illetve amikor majd egy alakzatot létrehozok és kiválasztok, akkor itt jelenik meg az alakzatom tulajdonsága, és itt fogom tudni beállítani. Na nézzük, hogy tudok létrehozni alakzatot? Ugye először is kiválasztom az alakzatok eszköz elemet, rákattintok, majd a program által ismert valamennyi alakzat itt megjelenik. Ez nem jelenti azt, hogy én ezektől eltérő alakzatokat nem tudok létrehozni, de mi most ezzel nem foglalkozunk, maradunk a mi három ábránkon felelhető alakzatokkal és azok kezelésével. Először is választom ki akkor egy négyzetet. Kiválasztottam a négyzet alakzatot, itt látszik, hogy egy zöld szegélyt kapott, és ha most bárhova kattintok egyet a rajzlapon, akkor egy valamilyen beállítottságú
ilyen alakzat, ebben az esetben négyzet, meg fog jelenni. Felismertem még a kört, ezt is elhelyezem a rajzlapon, felismertem a csillagot, ezt is elhelyezem a rajzlapon, és felismertem a háromszöget, ezt is elhelyezem a rajzlapon. Ez a négy alakzat az, amivel mi most dolgozni fogunk, illetve amely alakzatok a mi ábránkon szerepeltek. No, nézzük, mit tudunk ezekkel az alakzatokkal. Először is az alakzatokat tetszőleges színnel ki tudjuk színezni, ez a fills opció. Ha van beltéri színe, akkor a pipa be van kapcsolva, ha nincs, akkor értelemszerűen ez a pipa nincs bekapcsolva. Be van kapcsolva, és meghatározhatom a színét, például legyen sárga. Itt alul a szivárvány paletta főbb színeit tudom elérni, fölül pedig ezeknek a különböző átmeneti árnyalatait is meg tudom határozni, sőt, egy konkrét árnyalat esetén még annak a tónusát is be tudom állítani. No, én most maradnék a tiszta sárga szín mellett. Ezzel az alakzatom elkészült, ha minden rendben van, megnyomom a bal billentyűzet bal felső sarkába található Escape billentyűt, és az alakzatom be van állítva. Na nézzük, a kék háromszögem ez, vagy a kék köröm maradhat, a háromszöget át fogom színezni pirosra, itt is van, Escape, és a csillagomat pedig át fogom színezni, hát, próbáljunk keresni neki valami ezüstös árnyalatot, kiválasztok valami fehér színt, és elkezdek itt lefele jönni. Hát ez annyira nem túl szép, maradjunk a zöldnél, jó? No, így né. Akkor most már megvan a három alakzatom. Emlékszünk-e még, hogy milyen sorrendben raktam le őket? Ha egy üres területre kattintok, akkor minden alakzat kijelölése megszűnik. Viszont ha rámozgok egy alakzatra, akkor megváltozik a kurzorom. Ugye mindenhol egy kis nyíl. Ha alakzatra mozgok, akkor pedig egy ilyen kereszt alakú nyíl lesz belőle. Ez azt jelenti, ha kattintok egyet az alakzaton, és nyomva tartom az egér bal gombját, akkor az alakzat bárhova elvihető. Ha emlékszünk még rá az előző kérdésem az volt, hogy milyen sorrendben raktuk őket, akkor érdekes dolgot is végezhetünk. Először leraktam a kis sárga háromszögemet. Most direkt rámozgatom a kék körömet, majd a sárga háromszögemet, és a tetejére beteszem a zöld csillagomat. Ha én körbekerítem, lenyomott egérgombbal körbekerítem ezeket az alakzatokat, akkor egyszerre képes vagyok megfogni őket, és egyszerre vagyok képes mozgatni őket. No, nézzük, mi történt. Kicsit növeljük is meg a méretüket, ismét kijelölöm őket, megfogom a bal alsó pontot, és ezzel arányosan képes vagyok növelni az alakzataim méretét. Ha a középső gombokat fogom meg, akkor pedig torzítva fogom tudni őket manipulálni. Ha az utolsó művelet, amit csináltam, nem szimpatikus, akkor a billentyűzeten, ha lenyomom a Ctrl billentyűt, és mellé pöccintem a Z-t, akkor az utolsó művelet visszavonható. Még egy Z-vel az előtte lévő, és addig tudom ezt folytatni, amíg olyan műveleteket hajtottam végre, amit nem kellett volna, azért én a nagyítást megcsinom, és berakom a rajzomat középre. No, tehát ott tartok, hogy ezek az alakzatok egymás fölött helyezkednek el, méghozzá az alakzatok elhelyezésének sorrendjébe. Ha én most megfogom a háromszögemet, és azt mondom, hogy ez a háromszög kijelölt állapotában van, akkor látok a háromszögön, az alakzaton felül négy nyomógombot. Az első kettővel én tükrözni tudom őt viszintesen, illetve függőlegesen. Ugye függőleges tengely mentén nincs értelme tükrözni, mert ez egy tengelyesen szimmetrikus tár, tehát önmaga lesz. De a vízszintes tengelye mentén lehet őt tükrözni. Ugyanígy tudom tükrözni a csillagot is, annak is van értelme, hogy tükrözzem. Maradjunk a háromszögünknél. A háromszög alakzatunk van legmagasabb szinten ebben a rajz kupacban. Ugye legalul van a sárga háromszögem, aztán a kék köröm, a zöld csillagom és a piros háromszögem. Vagy sárga négyszögem. Ha én rákattintok a send to back, vagyis egyen hátrébb küldésre, akkor a piros háromszögem bemegy a csillag alá. Ha még egyet rákattintok, akkor bemegy a köröm alá, és ha még egyet rákattintok, akkor ő lesz legalul, vagyis mindenki fölötte fog elhelyezkedni. Ezzel a módszerrel bármelyik alakzatomat bárhova tudom mozgatni. A síkba, tehát függőleges síkba bárhova tudom mozgatni. Na ezzel a technikával én meg tudom mondani, hogy ki takarjon le kit. Például azt szeretném, hogy a háromszög takarja ki a kört, akkor egyszerűbben őt följebb hozom, és már is kitakarja. Viszont lehetőségem van arra,
hogy én megmondjam, hogy a kitakarás az milyen mértékű legyen. Magyarán szóval mennyire takarjon ki. Tudok egy olyan hatást elérni az egyes alakzatoknál, méghozzá, ha kiválasztok egy alakzatot az opacity, vagyis átlátszóság tulajdonságával, ha én ezt beállítom 50%-ra, akkor látszik, hogy ez a piros háromszög ilyen üvegszerűvé vált, és átlátszik a mögötte lévő tér. Bárkire is viszem rá, nézzük meg, oppa, négyzetem fölött van, vagy alatta van, tehát ezt följebb hozom, akkor nézzük meg, szépen mindenki alatta van, és át is látszik. Tehát meg tudom határozni, hogy a síkidomok hogy legyenek egymás fölött, az alakzatok hogy legyenek egymás fölött, illetve, hogy az alakzat mennyire takarja ki a másik alakzatot. Jó, ezt visszaállítom 100%-ra. A következő tulajdonság, amit megvizsgálunk, és meg is ismertünk, ez az alakzatnak a szegélye, vagy bordere. Először is be kell kapcsolnom, hogy van az alakzatnak szegélye. Másrészt meghatározhatom ugyanúgy a színét, mint az előbb, például legyen kék, és megmondhatom, hogy milyen vastag legyen, például beállíthatom, hogy legyen 5 pixel vastag. Most már ez az alakzat így fog kinézni. Egyébként az alakzatnak még árnyék is állítható, de én ezzel nem akarok foglalkozni. Még egy nagyon fontos tulajdonság, gyakran van az, hogy az alakzatot nem csak úgy nagyjából szemre kéne beméreteznünk, és nem csak úgy nagyjából szemre kéne valahol elhelyeznünk, hanem egy alakzatot pontos helyre kell tennünk, pontos mérettel. Ebben segít nekünk az alakzat dimension, vagyis méret szekciója, tulajdonságainak szekciója. Először is meg tudom mondani az alakzat pontos méretét. Például, ha én azt szeretném, hogy egy alakzatom, egy köröm 100x100-as legyen, ugye most lokkolva van, zárolva van a szélesség és a magasság méret, így, ha az egyiket megadom, a másik ugyanannyi lesz. És én ezt szeretném pontosan elhelyezni az 50-50 koordinátán, bal felső sarka a nulla, erre vannak a pozitív x-ek, erre vannak a pozitív y-ok, egy picit furcsa lehet a matematikához szokottaknak, de ha én ezt pontosan az 50-50 pontra akarom elhelyezni, akkor megadhatom, hogy x-ben 50, y-ban 50. Sőt, még egy tulajdonságát meghatározhatom a dimenzióba, hogy az alakzat azon a helyen, abban a méretben, ahol megjelenik, milyen mértékben legyen elforgatva. Például én ezt el tudom forgatni 15 fokkal ezt az alakzatot. Ebben az esetben már van értelme mind függőleges, mind vízszintes tükrözésre, ugye, mert az alakzatom most már nem függőlegesen és vízszintesen szimmetrikus. No, hát ennyit úgy nagyjából első körben gyorsan az alakzatokról. Tehát el tudok helyezni bármilyen alakzatot, ugye az eszköztáron kinyitom az alakzatok panelt, és innen kiválasztom az alakzatomat. A kiválasztott alakzatnak a kitöltését, a keretét és az átlátszóságát, a méretét és a pozícióját vagy elforgatását pontosan be tudom állítani. Ha ez így van, akkor a videó következő részében elkezdjük megrajzolni az egyik órán vizsgált feladatunkat. Bocsánat, azt mondja, hogy nyomok egy F11-et és visszajövök ide a tankönyvhez. Próbáljuk meg elkezdeni megrajzolni ezt az alakzatot, és én a fenyőfákat fogom elkészíteni, jó? Tehát megmutatom, hogy hogyan lehet ezeket a fenyőfákat elkészíteni. No, menjünk vissza a vektor felületére, menjünk a home lapra, és akkor hozzunk létre egy új elemet, a neve pedig legyen karacsony, jó? Legyen 500x500-as a mérete, és akkor ez így jó is. Create. Na, üzenetet ismét kitörlöm. Ugye kezdek majd egy ilyen kékes színű, halvány kékes színű körrel, tehát alakzatok, kör, leteszem, és már jó is vagyok. Eszképpel ki tudok lépni a beállításból. Na, először is beállítom a színét. Ugye ez valamilyen halvány kékes, valami enyhén ciános színű volt, akkor ezzel meg is lennék. Elhelyezem őt a bal felső sarokba, ugye az x koordinátája nulla, ugyanígy kijelölöm az y koordinátát, azt is kitörlöm belőle, és beállítok egy nullát, akkor ezzel már elhelyeztem a megfelelő helyen, és ha megmondom, hogy a mérete pedig 500 pixel, magyarán szólva a rajzlapomnak a teljes méretére állítom őt be, ugye elnézést, itt elmászott a koordináta, tehát megvan
az alapom. Hát ennél egy picit világosabb kéne. Nézzük, hogy tudunk ebből picit világosabbat csinálni. Így. Na most már azért nagyjából hasonló. Tehát jöhetnek a fenyőfák. A fenyőfának van egy törzse, és van egy, kettő, három, négy szintje és egy hósapkája. A négy szint ugye két színű háromszög alakzatból áll össze. Na nézzük. Akkor szükségem van egy télalapra. Itt van. Ez majd valamilyen színű lesz. Most gyorsan átállítom őt mondjuk a pirosoknál. Itt szépen belejövök ide a bordós, barnás árnyalatokba. Akkor már meg is van a fa törzsem. És kellene egy háromszög is ugye magának a fenyőfának a tüskéjének, a levelének az elkészítéséhez. Na, ha egy alakzatot nem arányosan szeretnék változtatni, ugye arányosan a sarkainak a fogópontjain keresztül tudom, hanem aránytalanul, tehát torzítani szeretném viszintesen vagy függőlegesen, akkor a középső fogópontokat kell megfogni, és ezeket kell elhelyeznem valahol. Így. Akkor ezzel meg vagyok. Egy picit a háromszögemet is átalakítom, hogy ilyen fenyőfás színű legyen, és gyorsan ugye leszedem az ő keretét, elnézést, ennek a keretét is, ennek nincs is jó, oké. A háromszögem keretét is leszedem, és a háromszögemet beállítom valamilyen ilyen pasztel színű kis háromszögre, így. No, és ezt ráteszem erre az elemre. Nézzétek meg, ahogy mozgatom a kis elememet, időközönként megjelennek ilyen függőleges és viszintes igazító vonalak. Ha itt megjelenik a függőleges igazító vonal, ez azt jelenti, hogy a háromszögem és a négyszögem szimmetrikus, ugyan tengely, függőleges tengelye, szimmetria tengelye egybeesik, magyarán szóval biztos, hogy a háromszögem középen van. No, kéne még egy háromszög ugyanilyen arányokkal. Hát az macerás lenne most lerajzolni egy pont ugyanilyet, ezért a következőt fogom csinálni. Ennek a méretét én most megadom, hogy 140 széles, és legyen mondjuk 70 magas. Tehát egy a kettő az aránya. Opp, elnézést. Ja, össze vannak zárva, bocsánat, szétszedem, és azt mondom, hogy akkor ő 140 magas és 70 széles. Tehát egy a kettőhöz az aránya a fenyőfám szélességének és magasságának. Hogy lesz ebből még egy? Ha lenyomom egy adott alakzaton a jobb egér gombot, akkor megjelenik a helyi menü, amiben van egy copy és egy paste nevű lehetőségem. A copy-t a Ctrl-C-vel, a paste lehetőséget a Ctrl-V-vel tudom elérni. Copy az adott objektumról, vagy kijelölt objektumokról másolat készül egy átmeneti tárba, ezt az átmeneti tárba lévő információt én bármikor elő tudom hozni. A paste segítségével pedig az átmeneti tárban lévő dolgot, szöveg, alakzat, bármi, tudom beilleszteni a most éppen kezelt felületre. Tehát, ha én kijelölöm a háromszögemet, nyomok egy Ctrl billentyűt, folyamatosan nyomva tartom a billentyűzetet, és hozzá pöccintem a C betűt, akkor készült egy másolat valami átmeneti tárolóba. Semmi gond, leveszem a kijelölést, elviszem valahol máshova az egeremet, és nyomok egy Ctrl-V-t, akkor nézzétek meg, megjelent egy újabb háromszög, aminek a méretét most már összeláncolom, és egy picit kisebbre teszem, magyarán szólva azt mondom neki, elnézést, ennek még mindig van szegélye, akkor gyorsan leszedem, és ugye 70 volt a méret eredetileg, összeláncolom őket, és azt mondom, hogy jó, akkor te legyél kisebb, te legyél 100, legyél 120. Akkor ennek megfelelően a 60 a másik fele, de te legyél egy picit intenzívebb zöld. Tehát egy kicsit agresszívabb sötét zöld, így is van, és gyorsan elhelyezem őt ebben a piramisban a tetejére. Ebből a kettőből kéne nekem két újabbat varázsolni. Hoppa, hár a négyszögem meg a köröm nem kéne, akkor kijelöléssel ez most nem fog menni, mert bármit érintek, nézzétek meg, egy nagyon picit érintem csak a kört, és már kijelöli. Tehát ez a program úgy működik, hogyha valamihez hozzáér a kijelölés, az már benne van a kijelöltek körében, akkor nincs más, mint kijelölöm az első háromszögemet, lenyomom a shift billentyűt, nyomva tartom, és így kattintok a második háromszögemre. Ők most már ketten képeznek egy egységet, és azt mondom, hogy akkor most Ctrl-C, és most legyen Ctrl-V. Most már négy darab háromszögem van, oké? Okay? És ha ennek azt mondom, hogy ő volt a 140-es, ő volt a 120-as, akkor ő legyen a 100-as, tehát őt megváltoztatom 100-ra, így.
így akkor a másiknak 50-nek kéne lenni. Hát még a matekban nem túl jó ez a program, és akkor a következő pedig akkor ismét legyen, ugye összeláncolva, akkor ő legyen a 80 és a 40 méretű háromszög. Na akkor ezeket is gyorsan elrendezgetem itt a piramisban, ugye szépen egymásra fölrakosgatom őket, és most csak egy darab kis háromszög köl kell a levél tetejére. Kijelölöm, Ctrl-C, Ctrl-V, meg is van, átszínezem őt fehérre, ugye ő a hősapkás háromszögem, iszképpel bezárom ezt az ablakot, és az ő méretét is megváltoztatom, mondjuk ő legyen 50x25-ös, tehát egy pici kis hósapkát fölteszek a tetejére ennek a fenyőfának. Így. Na, elkészült a fenyőfám. A lehetőségem van arra, hogy én ezeket egyenként szépen kijelölgessem. Ugye shift-tel tudom őket kijelölgetni. Kijelöltem a fenyőfa minden elemét, és lehetőségem van arra, hogy a jobb egérrel a kijelöléseken kattintva megjelenik a helyi menü, és amennyiben én több elemet jelöltem ki, akkor ebben a menüben megjelenik egy group nevű, és egy ungroup nevű, vagy grab és ungroup nevű szolgáltatás, amivel csoportba tudom foglalni, vagy egy létező csoportot szét tudok szedni. Én most össze akarom rendezni őket csoportban. Miért jó ez? Mert innentől kezdve nem 5 darab háromszögem és egy négyszögem van, hanem egy fenyőfám. Tehát ő most már így egy alakzat, és őt el tudom helyezni bárhova. Ha őról a készítek másolatot, és őt illesztem be valahova, akkor nézzük meg, van 2 darab fenyőfám. Például a másodikat, mivel messzebb van, összébb is tudom nyomni egy kicsit, és itt a 2 darab fenyőfa szépen egymás mellett. No, hát ennyit az alakzatok rajzolásáról, igazításáról, csoportba foglalásáról, tulajdonságainak beállításáról. Még egy fontos elem van, ez pedig nem más, mint egy kész rajznak az elmentése. Webes alkalmazásunknál a felfele mutató nyíl itt az úgynevezett kiegészítő eszközsávon, ez az úgynevezett export szolgáltatás elérhetőségét biztosítja. Alapvetően meg tudom mondani, hogy valami közösségi oldalra akarom exportálni kapásból a képet, vagy csak egyszerűen le akarom tölteni az internetes rajzoló programból a gépemre. Én ezt szeretném tenni, ugye SVG formátumban a teljes oldalt akarom menteni, egyszeres nagyításba, stb. Itt a méret, amit én megadtam, és ha download gombra kattintok, akkor megjelenik. Elnézést, itt van egy korábbi valami, ezt így gyorsan innen ki is törlöm, így né. Tehát megjelenik a mentés másként ablakom, és ha én az asztalt kijelölöm, ugye megadtam, hogy a rajzom neve alakzat, de ha nekem ez itt nem tetszik, akkor ezt így nyugodtan át tudom állítani bármi másra. Tehát megadom, hogy a fáj neve alakzatok legyen, és látom, hogy SVG formátumban fogja elmenteni, ez az úgynevezett skálázható és méretezhető vektorgrafika. Na ez az, ami nekünk kelleni fog, mentés. El is mentette. Tehát ha most már itt kikapcsolom az exportot, visszamegyek a home oldalra, ugye itt látszik, hogy van 2 valamim, ugye ezt a 2-t megrajzoltam, akkor most már nyugodtan be is zárhatom a grafikus programomnak a webböngészési felületét. No, nézzük, mi jött létre. Ugye az asztalra kellett, hogy valami létrejöjjön, itt is van. Ez az alakzatok nevű fájl, ez kapott egy ikont. Ez egy úgynevezett SVG típusú fájl, magyarán szólva skálázható vektorgrafika. Mondtam, hogy létezik olyan program, ami az internet kapcsolat nélkül képes vektorgrafikákat szerkeszteni. Ez az Inkscape nevű program, itt is van, ami az én gépemen telepítve van, tehát ha őt elindítom, akkor képes vagyok ugyanilyen SVG formátumú rajzokat létrehozni. Nézzük, ha ez egy SVG formátumú rajz az asztalon, akkor az be is lehet tölteni ebbe a programba. Nézzük meg, látszik is, hogy ez van benne, megnyitás, és itt van az a rajz, amit én csináltam. Hát egy kis bökkenő van, hogy az összecsoportosításokat egy picit a két program másképp kezeli, ezért én most itt kijelöltem minden alakzatot, és azt mondom nekik, hogy minden alakzat bomoljon elemeire, tehát most már az másik programban elkészített kis rajzelemeket szabadon szétszedegethetem. Oké? Természetesen Ctrl-Z-vel minden ilyen műveletet végre is tudok vissza is tudok vonni, és lehetőségem van arra,
hogy én szabadon ebben a programban, ezt a programot nem akarom bemutatni, és nem akarom veletek megtanítani, de a lényeg az, hogy ugyanúgy szabadon tudok alakzatokat létrehozni, csoportosítani, stb. És például, ha már itt tartok, akkor létre tudok hozni egy olyan alakzatot, ami maga a hópelyhem. Ugye voltak nagy, meg voltak kicsi hópelyheim. Így egy nagyot meg egy kicsit létrehozok, és akkor a nagyból gyorsan csinálok néhány másolatot, és a kicsiből is gyorsan egy párat. Itt elszórok a képernyőn, jó? Így. És most elmentem ezt az alakzatot ismét. Tehát az alakzatomon most már, ha megnézem, akkor ezen az alakzaton most már tulajdonképpen, na gyerünk, tulajdonképpen rajta vannak az én kis hófelhőim. Hol van ez az alakzat? Ez az alakzat, vagy ezek az alakzatok, ez a rajz, az én gépem asztalán van. Tehát ha még egyszer elindítom a rajzolóprogramomat, és beírom, hogy vector.com, akkor azt látom, ha online felületét elindítom, hogy ugye az itt megrajzolt, az interneten elkészített rajzon, ezek az elemek nincsenek rajta. De ha én azt mondom, hogy nyissunk meg egy fájlt, méghozzá a gépem asztalán lévő alakzatok nevű fájlt nyissuk meg, akkor ez már egy olyan rajz lesz, amin értelemszerűen ott vannak a hópelyhek is. No, eljutottunk idáig. Gyors összefoglalás. Az órán megismertünk a vektorgrafikus programozás, illetve vektorgrafikus programok használatával. Rájöttük, hogy egy pixeles és egy vektoros képibe különbözik. Megtanultuk, hogy a vektoros rajzolásnak lényegei az alakzatok. Szabályos alakzatokat kezdtünk el használni, mint a kör, a félkör, az ellipszis, a háromszög, a négyszög, amiből ami lehet négyzet vagy téglalap és csillag. Rájöttünk, hogy ezeknek az alakzatoknak vannak tulajdonságaik, úgy, mint az alakzat formája, annak kitöltési színe, esetleg a kitöltés mintázata. Lehet egy alakzatnak szegélye, vagy kerete, vagy bordere, ami lehet valamilyen típusú, lehet valamilyen vastagságú, és lehet valamilyen színű. Rájöttünk, hogy ebben a programban további lehetőségeink is vannak. Ugye állíthatom az átláthatóságot, ezzel ugye szabályozhatom, hogy egy letakart alakzat mennyire van ténylegesen letakarva, illetve rájöttem arra, hogy az alakzatok vízszintes, és függőlegesen egymást fölött helyezkednek el, így a magasabban lévő alakzat letakarhatja az alatta lévő alakzatot, de ez a sorrend tetszőlegesen választható. Na, én most gyorsan szétgruppolok itt mindenkit. Ugye? Tehát itt látszik, hogy ez az alakzat alatta van ennek az alakzatnak. Tehát a világosabb zöld alatta van a sötétebb zöldnek, mert ha én ezt egyen följebb hozom, akkor már ugye fölötte van. De inkább visszateszem a helyre. Így ne. No. Láttuk, hogy hogy tudunk elmenteni egy ilyen rajzot. Akkor jöhet a következő rész, amiben most már ti kaptok szerepet, ez pedig nem más, mint a házi feladat. Ugye a házi feladat elkészítéséhez nekünk szükségünk lesz arra a felületre, ami a tankönyvünk volt, és akkor én gyorsan el is ugrok a 28. oldalra, így. No, házi feladat a következő, készítsd el ennek a rakétának a képét vektorgrafikus formába a Vector program segítségével. Nem kell pontosan ugyanoda helyezni ezeket a rajzelemeket. Ugye a rakéta testének így kell kinézni, hogy itt a rakéta kinéz. Tehát fehér test, piros kékszegélyű kupola, ugye a közepén egy kis kitekintő ablak, két szárny, meg egy tűzcsóva, meg egy kipufogó cső, maradjunk ennél. És ugye kell egy hold, kellenek a csillagok. A színeket próbáld meg nagyjából úgy beállítani, ahogy ezen a rajzon van. A rajzlapod mérete 500 pixelszer 500 pixeles legyen, és ezen helyezd el nagyjából az ugyanilyen méretű, nagyjából ugyanilyen színű, és nagyjából ugyanígy elhelyezkedő alakzatokat. Ha ez megvan, menjsd el rakétani. Bocsánat, nem, saját teljes neveden menjsd el. Jó? Ha lehet, akkor ékezetmentesen menjsd el az asztalra, majd ezt követően, korábban már megtanult, vagy megszokott módon, ezt a rajzot mellékletként, egy e-mailbe mellékletként csatolva, küld el a solyom@okis.hu e-mail címre. Akár a rajzolásba,
akár az e-mail elküldésébe, kérlek, hogy kérj segítséget vagy szüleitől, anyutól, aputól, vagy ha van nagyobb testvérettől, de arra kérlek, hogy ne ők csinálják meg a rajzot, és ne ők küldjék el az e-mailt, hanem ők csak segítsenek abba, hogy mit kéne csinálnod. Lehet, hogy nekik is érdemes lenne megnézni ezt a videót, hogy tudják, hogy körülbelül miről van szó. Ők nagyobbak, gyorsabban megértik ezt a dolgot, bár lehet, hogy nem. És akkor így esetleg tudnék neked segíteni. Hát, ennyi lett volna a mai videó. Akkor adott a terep, készülhetnek a rajzok, és várom őket nagy-nagy szeretettel. Ugye szünet van, téli szünet, tölts hasznosan és aktívan pihenve a szabadidődet. Egy ilyen rajz elkészítése, hidd el, nekem szórakoztató lesz, tanulni is fogsz vele, és nem utolsó sorban kapsz rá egy klasszjegyet, ha elküldted. Na, további szép napot, találkozunk a következő videóba, addig is legyél jó, szervusz!